Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a Civil Rádióban. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal, Gulyás Csengével együtt üdvözöljük a hallgatókat. A klasszikus kínai irodalommal a 19. században kezdtek megismerkedni a magyarok, de az igazi nagyfordítások az 1950-es, 60-as években jelentek meg, ekkortól olvasható magyarul például a Nyugati utazás vagy a Vízparti történet. Az első sinológus műfordító nemzedék már visszavonult, de fordítások az elmúlt években, évtizedekben is készültek, méghozzá elsősorban mai vendégünk jóvoltából, akinek köszönhetően évről évre bővül a magyarul is rendelkezésre álló klasszikus kínai remekművek listája. Legutóbb kínai erotikus kisregényekből jelentetett meg egy válogatást, de fordított filozófiai és hadtudományi klasszikusokat, kísértett históriákat, verseket és hagyományos kínai gyógyászati szakkönyveket is. Az Orient Expressben mai beszélgetőtársunk Tokai Zsolt, sinológus műfordító, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, aki íróként, forgatókönyvíróként, szerkesztőként is ismert. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil Rádió FM 98-on hallgatható, hanem az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SoundCloudon, az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is. Kedves Zsolt, üdvözlünk a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Néhány hete jelent meg legújabb könyvet, Pajzán történet kínai erotikus kisregények címmel, amiben 5 kínai kisregény fordítása található, de korábban is foglalkoztál meg kínai erotikus irodalommal, például a Kínai Káma Szútra címmel is jelent meg könyved. Mikor alakult ki a kínai erotikus irodalom? Lehet erről tudni valamit? Konkrétan az erotikus irodalom az majd magával az valami szép próza kialakulásával, erotikus tartalmú, tehát ilyen hálószoba praktikákkal kapcsolatos munkák, azok már korábban is voltak, tehát a Han dinasztia idején és a Han dinasztiát követően, tehát ilyen bibliográfiákban, történeti bibliográfiákban tudjuk, hogy léteztek, ezek egy része elveszett, némelyik töredékbe előkerült, úgyhogy ezeket jellemzően azért már lefordították magyarra, tehát Tőkei tanár úr és Vámos Péternek volt egy válogatása ebből, megjelent, amikor 90-es években, 2000-ben talán. Úgyhogy ott olvashatók voltak, de kifejezetten a szép irodalomban mutatkozó erotika is már a tankorban megjelent. A Pocsui öccsének van egy hosszú vers, ami Tunhuangból került elő, egy hosszabb költeménye, amely gyakorlatilag kifejezetten egy erotikus témájú. És aztán hát nyilvánvalóan a regényirodalom megjelenésével ez egy külön műfajként folyamatosan jelen volt. Tehát akkor vannak versek is, és vannak prózai művek is, amik ezzel foglalkoznak. Hát már a Dalok könyvében is vannak már erotikusabb utalások. Tehát a Dalok könyve ugye a mi időszámítás előtti 7. századtól 10. századig terjedő népdalokat gyűjt össze, tehát a népdalok része között, nem a szertartási dalok, hanem a népdalok között vannak olyanok, amelyek már ilyen erotikus tartalmak, tehát lehet tudni, hogy foglalkoztatta a kínaiakat. És akkor mondjuk a hangkorban már megjelenik, és a tankor, amelyik az egyik ilyen fénykor a kínai kultúrának, akkor ez is így szárba szokja? Tankorban már nyilvánvalóan, tehát akkor jelennek meg azok a kifejezések mondjuk a kínai lexikában, amelyek később, ugye ezek azok a csúnya pejoratív szavak, akár írás egy formájában, és amelyek később aztán azok alapfunkciókat töltenek be, tehát ilyen alapkifejezéseivel válnak ennek a, tehát mondjuk a genitáliák megnevezése, vagy magának a koitusznak a leírására használt írásjegyek, azok a tankorban jelennek meg. És akkor később ezeknek, hát hogy az erotikus tartalom mellett mondjuk jellemzően ilyen negatív tartalma is van? Tehát mondjuk áronkodásként használnak ilyeneket például, hogy a magyarban? Nem kifejezetten, de ezek már nem költői kifejezések. Uh-huh. Tehát, hogy vannak metaforákat is használnak természetesen ezekre a dolgokra, de itt ezek konkrétan azt jelentik, és semmi mást. Tehát mondjuk fordítás során is, ugye, amikor az ember különböző stílusokat választ, hogy most akkor hogyan fordítsa le, akkor mikor regisztert keressük, hogy mégis mi az a stílus érték, amiben megszólaljon magyarul, akkor kell pironkodni. Tehát, hogyha ott azt használja, és semmilyen más jelentése nincsen, akkor azt használjuk, amit magyarul is megszoktunk. Ilyen értelemben könnyű ezt, vagy nehéz magyarra fordítani? Mennyire jellemző a széles tárház mondjuk így a két nyelvben ezekre a megjegyzéseket? Könnyű, tehát a kínai regényeket mondjuk a klasszikus kínai szövegekhez képest, tehát mondjuk az ókori vagy a csinkor előtti szövegekhez képest könnyű fordítani, tehát ez egy beszélt nyelvhez közelítő, ez úgynevezett pájhua, tiszta beszédet jelent, tehát hogy ezen a tiszta nyelven írták, ami viszonylag könnyebb
könnyebben fordítható, illetve hát regények esetében mindig úgy van, hogy, az első pár fejezet az, talán nehezebb, de aztán végül is minden írónak elfogy a repertoárja, tehát hogy vagy a legtöbb írónak, különösen azt, ha nem nagy tehetségű írókról van szó, akkor, végül is az ember ráérez a nyelvére, a lexikájára, és onnan már folyamatosan lehet fennakadások nélkül fordítani. Szóval, hogyha az ember beleolvassa abban annak az írónak abban a munkájában, hát akkor igen, a vége felnyomja. Hogyha megtanulja az ember a nyelvét, akkor... De hát ezek meg különösen könnyen olvashatók, tehát ennek pont az volt a célja. Tehát kiderül a szövegekből is van rá utalás, hogy ezek nem olvasmánynak, vagy nem elsősorban otthoni olvasmánynak születtek, hanem, ezeket feltehetően előadták. Tehát ezek a korabeli, nem tudom én, pornófilmek változata volt, összejöttek valószínűleg társaságok, baráti társaságok, vagy teaházakba, és akkor felolvasták ezeket a történeteket. Tehát ugyanúgy, ahogy a kínai regényeknél megvan az az a hagyományos, hogy ezeket általában a piac téren felolvasta valaki, képekkel adott esetben illusztrálta. Ugye ezért van benne az a sok verses betét ismétlés, tehát a közönséget összetoborozondó, elmondja, hogy eddig mi történt, elmondja, hogy mi fog következni. Tehát van ez a struktúrája, jellegzetessége a kínai regényeknek, ez ezekre is jellemző, és ezekből kitűnik, hogy valószínűleg ezeket ilyen társaságban előadásra szánták. Tehát akkor kifejezetten mondjuk ilyen szórakoztató céllal születhettek, igen, és akkor ezek és akkor az is egyértelmű, hogy azért nem mondjuk klasszikus nyelvet használnak, hanem inkább ezt a köznyelvet, hogy, ez is közérthetőbbé tegye magát a szöveget. Igen, igen, ezt a célt szolgálja. Illetve az egyik a válogatásban szereplő legelső darab, az talán a leghíresebb, mint közül, az még klasszikus kínai nyelven van. Tehát Wenyanben íródott, ahol amiben a hivatalos konfuciánus alapú értelmiség is kommunikált és írt, és ebben születtek az esszék, ebben születtek a hivatalos dokumentumok, tehát ezen a nyelven született meg, tehát ő kivétel ebből a fa. Ebből a szempontból, igen. És vajon a szerzője miatt, mert hogy a szerző esetleg... Hát a szerzőikről semmit nem lehet tudni. Alapvetően a kínai regények szerzősége egy nagyon kényes és nehéz probléma meghatározni, ugyanis a régi Kínában a regény nem számított szép irodalmi műfajnak, nem számított azon irodalmi műfajok körébe, amelyek támogatásra, megőrzésre, értékelésre, bármire méltók lennének. Ez kifejezetten szórakoztató célra, tehát a legnagyobb kínai regények sem élveztek hivatalos megbecsülést, tehát nem tartoztak az irodalom körében. Így aztán az írástudók, akik egyébként néha, tehát a munkáikat látva nagyon tehetségesek kellettek, hogy legyenek, nem nagyon tudjuk, tehát bizonytalanok vagyunk, nagy sok kínai regény tekintetében, hogy ki lehet a szerzője. Úgyhogy ezeknek meg még kevésbé állapítható meg, hiszen valamilyen írói álnevet használtak, vagy még talán az sem maradt fent. És azt lehet tudni úgy nagyjából, hogy ezek mondjuk, tehát hogy milyen számú, nem konkrét számokra gondolok, hanem hogy így sok minden jelent meg, sok ilyen jellegű munka jelent meg, vagy azért ezek kivételek. Ugye eznek nem csak az volt a kínai erotikus irodalomnak, nem csupán a kínai irodalomra jellemző nehézségekkel kellett szembenézni, hanem hát a tematikájánál fogva időről időre ezeket tiltották, tehát cenzúrázták őket, betiltották a terjesztését, a birtoklását, akár tartományi, akár országos méretben. Így a mai népi Kínában, a szárazföldi Kínában ezeket nagyon nehezen fellelhetők. Ugye a 20. századi kínai történelem sem tett jót ezeknek, tehát nem a propagálandó művek között volt. Vannak nagy regények, ugye az 5. nagy regényként tartják számon, 4 nagy regény tartanak hagyományosan Kínában számon. A 5. szokták sorolni a Szépasszonyok egy gazdag házban, amelynek szintén elég jelentős mennyiségben található benne erotikus vagy kifejezetten pornográf részlet. Az például évtizedeken keresztül Kínában úgy jelent meg, hogy kihagyták belőle, tehát cenzúrázva adták ki a műveket. És a tajvaniak egy 5-8 évvel ezelőtt neki durálták magukat és összegyűjtötték. Nagyon sokat ezek közül Japánban leltek fel. Ugye a kínai és japán kulturális kapcsolatok jelentősek voltak így a középkorban, a koraújkorban, és Japánban nagyon sok átkerült ezek közül, és ott magángyűjteményekbe, könyvtárakban sikerült összeszedni, és 3 vaskos kötetbe adták közzé a tajvaniak ezeket a kínai erotikus vagy pornográf műveket, és amely a 100 darabot sikerült cím szerint azonosítaniuk, és ebből hát 69-et tettek közzé a műbe, tehát ebben, és gyakorlatilag a válogatást is ebből
ez alapján készítettem. Igen, ezt kérdeztem volna, hogy honnan? Tehát egy közel 70 van, amiben vannak ugye ilyen hosszabb versek, ilyen egész, vagy ilyen szexuál praktikai kézikönyvektől kezdve egészen mondjuk így a regényekig. Tehát akkor van egy ilyen kámaszútra jellegű dolog? Igen. Ahol útmutatást és javaslatokat adnak, és vannak olyanok, amik a szaftos részletekben jobban elmerülnek. És akkor ezek szerint, hát igazából ez a 100 körüli szám az azért ezzel egy keveset jelent. Vagy... Hát ennyit. Ugye ezeknek a címét is, tehát ez sincs meg, mint jelenlegesen, ezeket is mondjuk ilyen indexekről sikerült összeszedni, tehát a körülbelül cenzúrák listáiról, hogy melyek lehettek azok, vagy leírás alapján ugye mindig van, hogy miért tiltották be, és akkor a tartalma miatt, mert buja, vagy kéjjelgő, vagy arról szerkölcsöt propagáló mű, és akkor ezekről lehetett tudni, illetve utalások vannak más művekben róla, hogy mikor létezhettek ezek. És akkor a korábbi korszakban is nagyjából ezek miatt tették tiltólistára őket, mert mondjuk a 20. századi kínai történetről tudjuk, ezért ez a szemérmes. A Ming és a Ching dinasztiájánál is időről időre felbukkant egy-egy nagyon erkölcsös uralkodó vagy tartományi előjáró, aki ezeket nem propagálta. És akkor ezek szerint ezek maradtak is talán, ha ami megmaradt, az esetleg maradt a köznép szintjén, mondjuk így, véletlenül itt-ott valahol fennmaradtak, esetleg elmenekítették véletlenül Japánba, és akkor ennyi. Igen. Ennyi van a birtokunkban. Miért ezt az ötöt választottad most? Hát ugye ezek között vannak egészen nagy terjedelmű regények, tehát vannak 100-120 fejezetes regények is, úgyhogy az talán kevésbé lett volna érdekes egy olyanba belevágni, meg nem is olyan jelentős. Tehát. És akkor direkt úgy válogattam össze, hogy vannak ezek a kifejezetten kis regények, amelyek így is 10-20 fejezetek, de mégiscsak kis regénynek számítanak a nagy kínai regényekhez, amit megszoktunk, tehát a magyarul is a vízparti történet 3 kötetbe olvasható, a nyugati utazás is 2 vaskos kötet. Tehát ezek azért nem ilyen több száz oldalas regények. És akkor úgy gondoltam, hogy egy kort mutatok be, hogy az 1600-as évektől egészen az 1900-as évek elejéig, hiszen az utolsó regény ebben a sorozatban már a császárkort követően, tehát 1912 után született, nem tudjuk pontosan mikor, de ugyanazon a regény nyelven, mint a korábbiak, tehát már még nem a modern kínai szépirodalmi nyelven, ami majd 19 után jelenik meg. Tehát akkor ez tulajdonképpen a Mingnek a legvégétől indul? A Ming közepétől a köztársaság, a köztársaság koráig. Ezt megelőző korszakokból azért vannak? Regény sem volt. Regény. Tehát ez a regénnyel együtt jelent meg. Tehát az első darab, a Kényekedve úr története, az gyakorlatilag egy korai regényként fogható fel, sőt mondom, ő még nem is a regények jellemző nyelven íródott, hanem klasszikus kínai nyelven. És ezek a kis regények tulajdonképpen, hát ugye azt tudjuk, hogy témájuk tekintetében mire specializálódnak, ez az, amiről szól az egész, és nincsen ennek valami tanulsága, vagy pedig azért valami mást is akarnak közölni? Ez egy érdekes kérdés, és egy vizsgálandó terület. Vannak különböző művész igényel megformált darabok ezek között, tehát hogy mindenféle van közte, és pont ebben a válogatásban is lehet azt látni, és igyekeztem úgy megmutatni, hogyan ürül ki mindenféle művészi érték tulajdonképpen ezekből a regényekből már a 19. század, 20. század végére. Tehát ott már a szintiszta pornográfia a cél. Kezdetben volt. Tehát az első az egy ilyen pseudohisztori. Tehát ugye arról szól, hogy volt a Kína egyetlen császárnője, Wu Zetian, aki egy pár évig uralkodott, megszakítva a Tang dinasztia hagyományát, és egy pár évig saját dinasztiát is létrehozott. Kevésbé ismert része a kínai történelemnek így általánosan. És ő megváltoztatta az uralkodási korszak nevét erre a kényem kedvemre, tehát a zsúi volt az uralkodási korszaknak. És ez a történet arról szól, hogy miért. Tehát arra ad egy magyarázatot, hogy miért. Mert volt egy történet, szerint volt egy kedvenc ágyasa, aki megfelelő férfi új képességekkel rendelkezett. Ugye a kínai történelmi hagyomány azt gondolta, hogy Wu Zetianről, hogy egy zsarnok volt, és egy
kéjelgő öreg asszony volt, aki még 70 éves korában is a szeretőket tartott. Tehát ilyen finom ez szexizmus azért Így van, és ez a történet erről szól. Tehát egy idős uralkodónőt látunk, ahogy fiatal szeretőket tart, akik egymással rivalizálnak, a kedvence persze akkor ez a kényekedve úr, vagy kényemre kedvemre úr, és annyira belehabarodik, hogy még a uralkodási korszak nevét is megváltoztatja, ezt a Nienhaut. Tehát akkor tulajdonképpen megbélyegezték szegényt így az utókor. Igen, tehát hogy ez egy ilyen formában még érdekes és izgalmas dolog. A későbbiekben is van az, hogy Ruhaj és kicsapongó Léha fiatalkor után, ahogy leírja részletesen természetesen, hogy történik a főszereplőnek, megtér például, buddhistává lesz, vagy taoistává lesz, és akkor ilyen formában elvonul, vagy valami történik vele. Tehát van egyfajta fejlődés regény jellege. Tehát például Miklós Pál például egy kiváló tanulmányt írt a szerelmi oszlonyegéhez, ott például fejlődés regénynek minősíti azt a művet, tehát egy értékes és irodalmilag is értékelhető és értéket képviselő munkának minősíti. Hát az, hogy ezek fejlődés regények lennének, nem tudom. Tehát ez egy ilyen sztereotíp befejezése tulajdonképpen a kínai történeteknek, hogy valahogy le kell zárni, és akkor buddhistává lesz. Tehát ezeknek a második részében, tehát a gyűjtemény utolsó két darabjában semmilyen nem tapasztalható. Tehát ott már nem is foglalkoznak ezzel. Ez itt továbbra is az Orient Express, Tokaj Zsolttal beszélgetünk legutóbbi fordításaiból, ami most ugye az erotikus, kínai erotikus irodalom néhány kis regénye. Eddig beszélgettünk a regényekről, most beszélgessünk a témájukról egy kicsit így finomabban, tehát inkább arról, hogy jelenik meg ez a téma a kínai hétköznapokban. Tudunk erről valamit, hogy ezek a konfuciánus kínaiak, ezek mennyire voltak szemérmesek, vagy mennyire volt fontos a szexualitás ebben a kultúrában? Akkor is... Mi a helyzet most? Ugye érdekes módon a konfucianizmus teljesen elhanyagolja, vagy figyelmen kívül hagyja ezt a témát, tehát a nemiséggel kapcsolatos bármilyen megnyilvánulás hiányzik a konfuciánus tanításokból. Tehát, hogy úgy gondolnánk, hogy mit tiltotta a paráználkodást, vagy a bujaságot, vagy a kéjelgést, vagy egyáltalán nem. Nem az, hogy nem tiltja, nem is foglalkozik vele, tehát nem érinti. És ilyen formában ugye a taoizmus, a filozófiai taoizmus, mikor Hankorba átvált, egyfajta ilyen vallási színezetet is kap, hogy a halhatatlanság keresés és egészség megőrző praktikákat tulajdonképpen az arról szól, hogy a konfucianizmus által üresen hagyott részeket, ami a társadalmat érdekelni, abba így benyomult a taoizmus, és a saját világnézetét, azt a filozófiai taoizmusból átörökített világnézetet, azzal töltötte ki tulajdonképpen, így lett a démonűzés, ugye a sírhelyek kiválasztása, a szerencsés napok, a jóslás praktikák, és például az orvoslás is sok szempontból ebbe a tárgykörbe tartozott, és a szexualitás és az erotika szintén az orvoslással rokon műfajként jelenik meg. Tehát a taoista tanítások hatására
a szexualitás az gyakorlatilag az egészségmegőrzés egyik formájává vált. Tehát a szexuális praktikák által lehet meghosszabbítani tulajdonképpen az életet, vagy biztosítani az egészséget, tehát volt egy ilyen irányzata is, és ebből nőtt ki. És ezért aztán azt tapasztaljuk a kín későbbi is az erotikus szövegekben, erotikus irodalomban, hogy nagyon erős a taoista hatás, és hát a yin-yanggal vagyó magyarázás, a qi-nek az áram, elapad a qi-je valamikor, aki túlhajszolja magát a hálószoba művészetek gyakorlásában, vagy nem is feltétlenül művészetek, ez akkor például a hagyományos kínai orvoslásnak a lexikájával dolgozik tulajdonképpen a szerző, amikor ezeket az egészségügyi folyamatokat leírja, mondjuk egy ilyen leépülést, vagy például olyan dolgot, hogy hogyan lehet növelni a férfi erőt, a yangot, tehát tulajdonképpen, mert hát semmit nem találtunk ki. Tehát ha elolvasok ezeket a kis regényeket, rájövünk, hogy a 20. századi szexualitás vagy pornográfia semmit nem talált ki, tehát őt már... Ja, mert mindegy, mert csak ismét. Igen, nap alatt. Olyan afrodiziákumok voltak tabletta formában, hogy mi ezt tudjuk képzelni olyan hatásait. Hát nyilván ugye a kínai orvoslás hát világhírű, meg évezredes hagyományokra tekint vissza, tehát ilyen, nem csodálom, hogy nem hagyták ki ezt az életnek ezt a fontos részét, de hogy ezek szerint akkor ez egyfajta reakció, vagy válasz arra, hogy az embereket mi érdekelheti valószínűleg, és akkor ezt meg kell magyarázni, kell útmutatást adni, stb. Így van, tehát hogy nyilván egy igényt elégített ki, tehát hogy nem önmagáért jött létre ez a műfaj sem, hanem nyilvánvaló az, hogy volt erre egy igény a népkörébe, amire máshonnan nem kapott választ, vagy nem kapott megoldást erre, és akkor tulajdonképpen ezek... És akkor azt lehet azt mondani, hogy tényleg mondjuk esetleg ezek a taoista szövegek például ilyen abszolút ilyen egészség, megőrzés, vagy az egészség, vagy hát az első a hangkortól lévő, tehát a hangkortól egészen erotikus regények megjelenéséig lévő szövegek, azok kifejezetten ilyen szexuálpraktikai kézikönyvek, és nem is érthetők meg a hagyományos kínai orvoslásnak a terminológiája nélkül. Tehát azért kifejezetten ilyen az orvosi szövegek egyfajta válfaja, egyik válfaja. Ez mondjuk azért lehet mondhatjuk azt, hogy ez egy kicsit ugye magasabb kultúrához tartozik? Kevésbé szólt a hétköznapi emberhez, vagy pedig? Nem foglalkoztak hivatalosan, ez nem volt számotra, de nyilvánvaló jelen volt. Tehát, hogy azt látjuk leírásokból, hogy a társadalom magasabb rétegében abszolút jelen volt a szexualitás, tehát ott voltak ezek a tavaszi képtekercsek, tavaszi képek, tehát tudjuk, hogy festményeket is ábrázoltak, tehát illusztrációk formájában is léteztek ezek, amelyek ugyanolyan a bujasságot, a kíváncsiságot kielégítendő egyfajta ilyen segédeszközként voltak használatos, és ugyanezeket betölthették az ilyen jellegű regények, de ennek ellen nem beszéltek róla, tehát hivatalosan, tehát nem, például nem kanonizálták, ez azért sokat elmond ebből a történetből, ugye, hogy minden, ami fontos volt Kínában, az előbb-utóbb kanonizálásra került, a konfuciánus művektől kezdve a taoistán át, a buddhistán keresztül, a hat tudományos művekig, de akár részterületeknek is megszülettek majd a kánonjai, ezeket nem gyűjtötték össze. Tehát ezeket nem tartották egységesen számon, hiányoztak a bibliográfiákból, a könyvleírásokból, tehát nem igazán foglalkoztak ezzel. Ezekből érezhető, vagy megfigyelhető az, hogy vajon ugye ez a szexualitás, ez megmarad egy családon belül, párkapcsolaton belüli dologá, vagy pedig a pajzánság az ugye az élet minden területét áthatja, és akkor a kínaiak azok eljártak ide-oda ilyen olyan helyekre. Persze, tehát hogy a prostitúció az mindig is jelen volt Kínában, tehát az egy gyakor, vagy egy bevett intézmény volt, úgyhogy nagyon sok szép irodalomból megjelenik, akár erotikus felhang nélkül is maga az énekes lánynak a szerepe, vagy a prostituáltnak a szerepe. Úgyhogy ezzel ilyen formában nem volt problémájuk. Hát illetve a Kínában hagyományosan a több nevűség intézménye, tehát az, hogy van egy felesége az embernek, egy főfelesége, egy első számú felesége, meg vannak ágyasai, tehát hogy ez már a tankorban, ugye ezen a hosszú költeményben is megjelenik, hogy itt végül is ez nem feltétlenül csak egy ilyen a gyermeknemzésre és a társadalmi normák, vagy szigorú konfuciánus keretek között értelmezendő családként funkcionált egy-egy ilyen nagy család, hanem nyilván itt helye volt az erotikának is.
És ez mondjuk társadalmi rétegenként elkülönül, ez nyilván pénz kellett, hogy ezeket a feleségeket el lehessen tartani. Ez társadalmi státusztól függött, de természetesen. Tehát, hogy nyilván, aki nem volt pénze, akkor annak adott esetben nagyon sokszor olvasunk olyasmit, hogy annak felesége sem volt, tehát egyetlen felesége sem volt. Nyilván, aki viszont megtelt a társadalmi státuszon megengedte, az nem csak, hogy feleséget tartott, hanem ágyasokat is, szolgákat, ugye a szolgákkal történő szexuális kapcsolatok is teljesen normálisnak és bevetnek számítottak Kínában. Tehát a leírások alapján akár a szolgálókkal is, akár a szolgákkal is, tehát a homoszexualitás sem volt különösebben elítélendő. Még ezt kérdeztem volna, hogy ezek a történetek, vagy az ismereteink azok azt jelzik-e, hogy inkább csak a heteroszexuális dolgok? Szerintem ezek mindegyikében megjelenik, ebben az ötben azt hiszem a homoszexualitás valamilyen formában, tehát hogy férfiak és nők között is, tehát hogy nem volt ez. Tehát, hogy nők is így férfiak. Van. Tehát, igen. Akkor ez is egy ilyen tulajdonképpen általánosan elfogadott, vagy legalábbis nem is reklámozott, propagált, nyílt színe nem. Tehát, hogy az formában hivatalosan nem tették, hogy mondjuk nem fogadták el családként két nő összeköltözik, vagy két férfi, nem kötöttek házasságot, de nem volt olyan különösebben elítélendő. Az irodalomon kívül más művészeti ágakat is megihletett az erotika, mint téma? Hát a festészetet, a képzőművészetet a piktúrában, ott mindenképpen jelen van, meg valamilyen formában a plasztikában is, tehát a kis plasztikákban is ismerünk ilyen jellegű ábrázolásokat. De ezek valahogy sérülékenyebbnek bizonyultak a történelem során, tehát ezeket nehezebb összekutatni, vagy felkutatni. 20. század első felében volt mindenképp meg kell említeni a Robert van Gulik, holland diplomata műgyűjtő orientalista nevét, aki Kínában hosszú éveket töltött diplomata szolgálatban. Ő például kifejezetten kutatta, gyűjtötte a erotikus vonatkozású kínai emlékeket. Ő írt is erről egy nagyon jó könyvet, amit maguk kínaiak is visszafordítottak kínaira, tehát hogy ők annyira nem tudtak így kompakt a saját kultúrájuk ezen részéről, hogy kevés olyan munka van, olyan nyugati sinológiai munka, amit ők úgy gondolják, hogy hát vissza kell fordítani, mert még nekünk is újat mondta, a Van Gulinak volt ez az a könyve. Ő például fametszetes albumokat sikerült neki megvásárolnia és Európába elhozni, és maguk kínaiak is innen ismerik, regényeket is fel, tehát ezek közül egyik regényt is ő menekítette ki, vagy ő kutatta fel, és az ő jó voltából maradt fent, amit az öt közül, amelyeket én most fordítottam. És akkor lehet azt mondani esetleg, csak egy ilyen ötlet, hogy a kínaiak azt gondolták, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, hogy ezeket összegyűjteni és kutatni, és akkor egyszer csak meglátták, hogy külföldön fontos lehet, akkor őket is elkezdte érdekelni. Van egy ilyen visszahatása? Hát ugye már teljesen más úton fejlődött a nyugati és a kínai tudomány, és egészen furcsa például azt megnézni, hogy irodalomtörténet, mint olyan, hogy nálunk azért a 18. 19. században megjelenik az irodalomtudomány, az irodalomtörténet. Magyarul is már a 19. században lett önálló neve, addig literatúrának hívták, majd 1820-ban megszületik az irodalom kifejezés. Kínában csak a 20. század elején kezdik el körvonalazni, hogy a konfuciánus kánonon kívül tulajdonképpen mi az, hogy irodalom. Tehát, és így egészében szemlélni a saját irodalom történetüket, és erre nagy hatással volt a nyugati tudomány, vagy ott van ugye a hangtörténet vizsgálat, hogy akinek nem foglalkoztak a saját nyelvük hangtani vizsgálatával, vagy hangtörténetével, egy svéd Kalkren nevezetű nyelvésznek kellett ahhoz megszületnie, illetve a munkásságának megszületnie, hogy a kínaiak ezt így felfigyeljenek rá. Tehát sok szempontból, nagyon sok tekintetben észrevehető, hogy a kínaiak ugye ez a saját kultúrájukat is felfedezendő nyugati forrásokra támaszkodnak. Tehát reagálnak arra, amit ebből a szempontból ez követendő példa, majd innen folytatjuk. Köszönöm,
Továbbra is az Orient Express. Tokai Zsolttal beszélgetünk, most már nem csak a kínai erotikus irodalomról. Ugye más terület, amivel sokat foglalkoztál, az a klasszikus kínai stratégiai irodalom. Lefordította gyakorlatilag az összes a tudománnyal foglalkozó ókori kínai művet. Ezek külön-külön is és összegyűjtve is megjelentek. Legutóbb tavaly a Kínai Hadtudomány klasszikusai című kötetben. Hogyan és miért születtek ezek a munkák? Lehet erről tudni valamit? Volt ennek egy klasszikus és a, mondjuk az udvarból induló terve, hogy ezeket le kell írni? Hát ezek is nagyon korán megjelentek, tehát ugye a mindenféle filozófiai, hát filozófiának szoktuk ezeket nevezni, de tulajdonképpen ha megnézze az ember, akkor nem filozófiai művekről van szó minden esetben, amit így az ókorkapban, így ókori forrásokban tudunk. Ez az elsődleges cél ugye az állam irányítása volt, tehát ezek kormányzati kézikönyvek voltak, amelyek, illetve a nagy filozófiai művek egy része is kormányzati kézikönyv. Tehát maga Konfúciusz is azzal foglalkozott, tehát nem filozófia, amit Konfúciusz lefektetett tulajdonképpen, hanem egyfajta ilyen morálfilozófiai elmélkedés az ország irányítására vonatkozóan. Tehát ilyen útmutatás. Hogyan kell egy országot morálisan irányítani? Konfúciusz sem nagyon foglalkozik azzal, hogy addig, amíg ez az ideális állapot megszületik, hogy lehet azt kormányozni, és akkor milyennek kell lenni az uralkodónak, milyen erkölcsösnek kell, és példamutatónak kell lenni, addig azért rögös és véres út vezet, és Kína történelmében azért folyamatosan jelen voltak a háborúk, és erre reflektálandóan, tehát ez segítendően kézikönyveket kezdtek el összeállítani különböző korokban, már az ókorban is jelentős mennyiségben, amelyek egyszerűen ugye arról szóltak, hogy hogyan kell megvívni egy háborút, hogyan kell egy hadsereget felállítani, irányítani, vezetni a feladatokat, kiosztani, és a különböző terepeken mozgatni a nagyszámú hadsereget, milyen stratégiai és taktikai célokat kell, illetve ezeket a célokat hogyan kell kivitelezni. Tehát erre ugye a Sun Tzu háború művészetét, vagy a háború törvényei más fordításban tartják a hagyományosan a legelsőnek. Látszik, hogy voltak már korábban is művek, tehát nyelvezetét, illetően filológiailag bizonyítható, hogy korábbiak, mint a Sun Tzu munkája. De onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatosan is több ezer ilyen mű született, tehát ezek mondjuk nem úgy, mint az erotikus irodalom, ezek az jelentős része máig megvan, ezeket össze is foglalták, tehát ugye jelentőségét mutatja, hogy a Sung dinasztia idején, a Sung korban összefoglalták egy hadtudományos kánonba, amiben 7 művet jelöltek ki, és ennek a 7 munkának az ismerete az minden katonai pályára lévő, vagy katonai pályán mozgó hivatalnoknak, ugye ugyanúgy hivatalnokoknak számítottak a katonatisztek is, mint a civil hivatalnokok voltak, a civil hivatalnokok voltak a katona hivatalnokok, a tisztek, akik ugyanúgy vizsgát lettek, elméleti vizsgát is kellett, hogy tegyenek, mint a civil hivatalnokok, és az ő számukra kötelező volt ennek a 7 műnek az ismerete. Összefoglalható viszonylag röviden, hogy mi a különbség a
kínai stratégiai gondolkodás és mondjuk a nyugati között? Nagyon, nagyon sok mindent korábban felfedeztek, vagy rájöttek a kínaiak. Tehát a hadvezérnek, a hadvezér szerepéből adódóan, tehát a hadvezérre vonatkozóan sokkal korábban, tehát a hadvezérnek milyen képességekkel kell rendelkezni, ezekkel sokkal korábban foglalkoztak, mint például nyugaton, ahol ugye a hadvezérnek, nálunk a hadvezér sokáig, hát ki volt a hadvezér maga, mit tudom, a földes volt, aki képes volt, különösebb stratégiai ismeretek nélkül. Akinek volt pénze arra, hogy... Tehát a kínaiak már az ókortól kezdve megkövetelték azt, hogy a hadvezér az egy a stratégiailag képzett szakember legyen, és magukat tisztek is. Tehát itt nem az volt, hogy békeidőben valamit csinálunk, és egyébként meg háború idején meg fegyvert fogunk, és akkor ihaj-csuhaj, hanem ott komoly professzionális hadsereget állítottak fel már az ókorban, akiket szakképzett emberek irányítanak, ez az egyik. A másik meg ugye, ami nagy hatással volt egyébként az európai hadászatra is, pont a Kínán keresztül, az a gerilla hadviselés. Tehát az, amikor a kínaiak nagyon sokat foglalkoznak azzal furcsa módon, mert ugye a kínai hadseregnek soha nem volt olyan problémája, hogy Létszámhiányal küzdött volna, de mégis nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet megvívni olyan háborút, amikor létszám fölényben lévő ellenséggel kell szembenézni. És akkor ezek szerint ezeket használták is, tehát ez oktatásban ezeket a műveket használták, és nem csak ilyen filozófiai munkák, hogyha ismerjük az ellenséget, meg magunkat, akkor száz csatában győzünk, abszolút nem csak ilyen jelszavak, meg jelmondatokként működtek, ezek gazdag kommentárirodalom született a művekhez, tehát a Sun Tzu-hez azt hiszem 11 vagy 13 kommentárt ismerünk a későbbi korokból, úgyhogy abszolút komolyan tanulmányozták ezeket is. És hogyha ennyire jó szakemberek voltak, ennyire korán kezdték el azt, hogy ezzel foglalkozzanak, és ezt mondjuk oktatták. Mi lehet az oka annak, hogy jöttek a mongolok, és elsöpörték a kínaiakat? Minek lehet annak az oka, hogy jöttek a mandzsuk, akik ugye sokkal kevesebben voltak, mint a hannépesség? A mandzsukat a kínaiak engedték be. Igen, azt tudom, igen. Bekísérték őket a nagyfalon keresztül. De való igaz, tehát, hogyha mégis megnézzük a történelmet, és ez kicsit olyan mulatságosnak tűnik így, hogy ilyen gazdag stratégiai, vagy gazdag hadtudományos irodalom és stratégiai ismerete ellenére tényleg úgy tűnik, mint hogyha az nem foglalta el Kínát, aki nem akarta. Tehát akár megnézzük, amikor a nyugat színre lépett, és megjelent a kínai történelemben fegyveresen, hogy akkor is mi történt. Hát az elmélet és a gyakorlatnak a problematikája, illetve nyilván, hogyha megnézzük a történelmi okokat, akkor mindenféle belső ellentmondások is, vagy belső problémák is vannak, tehát amit az országon belül valamiért meggyengült a központi hatalom, és nem úgy működtek már, nem tudott úgy működni a hadsereg gépezetese, vagy az intézménye, ahogy az kívánatos lett volna. Ugye, ha a nomádokat nézzük, azért hosszú távon mindig a kínaiak győztek, mondjuk ez a mandzsú korszak az már egy kicsit ha nem fegyverre vártak egy pár száz évet, és integrálódtak, sőt, kínaivá váltak. És hát mondjuk a nyugattal kapcsolatban pedig hát ugye más tapasztalataik. Ott is csak egy pár száz év volt, tehát amikor azt hitte a nyugat, ugye, hogy győzött az opium háborúba, vagy a boxer felkelés idején, hát hogyha megnézzük, akkor tulajdonképpen csak 200 év telt el is. Ja, hát és itt tartunk, ahol most igen. Tehát igen, a kínaiaknak 200 év. Igen, igen. Csak csatát nyertünk, nem háborút. Ezt kétségtelen, hogy ilyen történeti táblatban ez nem olyan, meg egyetem, ugye nyugati gondolkodás másképp néz erre a 200 évre. Ugye te nem csak mondjuk ezekkel a filozófiai művelekkel foglalkoztál, hanem konkrétan hadtudománnyal is, meg a fegyverekkel, meg ilyesmivel. Tudjuk, hogy milyen ez a történet, hogy ebben is ennyire innovatívak voltak mondjuk a kínaiak, mint a filozófiai megközelítésben? Hát ugye mindenhol úgy van, hogy a tudomány leghúzóbb ágazata, tehát a gyakorlati tudomány, ez a hadsereg. Tehát, hogy egy csomó nyugati találmány is azért létezik, mert a hadseregnek szüksége volt rá, tehát valamilyen formában, és ez Kínában is így volt. Tehát a legnagyobb innovációk, a legnagyobb találmányok tulajdonképpen jelentős része az a hadseregnek, vagy a hadászati szükségleteknek volt köszönhető. Hát gondoljunk csak mondjuk a lőporra. De hát ugye a Kínában már a ókorban megjelenik a bronz fegyverek használata, tehát azzal a területet környéken a kínai kultúrának a korai formája, amit most kínai ókornak nevezünk, az például a bronz fegyverek ismeretének volt köszönhető, hogy ott stratégiai előnyre tett szert. A bronz használatával mondjuk
a harci szekereknek így a felállítása az, ami egy szintén stratégiai fegyvernek számított, de ugyanilyen innovatív stratégiai fegyver volt a számszerinek a feltalálása, amivel megnövelte tulajdonképpen a hatótávolságát a támadásoknak, tehát hogy sokkal messzebb lehet előlőni egy jól felfeszített számszeríjjal, mint mondjuk egy kézíjjal. És ezek, tehát ugye amikor sokáig nem ültek például kínaiak lóra, tehát ez északi nomád hatására egyszer csak valamikor időszámítás szerint a 4. század környékén rámerészkednek, 5.-4. században egy lóhátra merészkednek, de ott is utána, mielőtt ráültek, akkor pár száz év múlva felfedezik a kengyelt, tehát hogy még biztosabban üljenek rajta. Tehát, hogy mindent igyekeztek tovább fejleszteni, aztán középkorban megjelenik a lőpor, a tűzfegyverek, a Szung dinasztiától kezdődően, ami megint stratégiai előnyt biztosított számukra. Úgyhogy nagyon innovatívak voltak így a hadászatban is. De mondjuk most így a lőport említetted, mégiscsak azért, hát ugye a modern fegyverek győzték le időlegesen Kínát, mondjuk így a 19. században, hogy mi lehet annak az oka, hogy azért ezt mondjuk a nyugat jobban csinálta náluk? Hát ugye azt tudjuk, hogy a Ming-kor elejéig gyakorlatilag sok szempontból verhetetlen volt a nyugati, a kínai tudomány és innováció. És ugye a Chang-he-féle expedíció, amikor Kína elindult feltérképezni a világot, és akkor volt Chang-he-nek a több nagy expedíciója, hogy Afrika partjaihoz eljutott, vagy ugye amerikai visszavonult tengerészek szerint Amerikát is felfedezte, tehát ilyen a 20. századi nagy hoaxok egyike, amit a kínaiak azért nagyon szeretnek elhinni, hogy ők eljutottak Amerikába és Kolumbusz Kristóf előtt. De utána például ennek az expedíciónak az egyik következménye az volt, hogy nagyon megcsappant. Nem volt ennek olyan gyakorlati haszna Kína számára, nagyon megcsappant az államkincstár, és a Ming-kor közepétől kezdődően tapasztalható Kína egy bezárkózás. Amikor így lezártak, nem érdekelt őket a világ, és el is maradtak. Ugye, hogy mi a nyugat pedig a gyarmatosításnak köszönhetően pont ebben az időben kezd el fejlődni. Azt látjuk, hogy Kína szembesül azzal, hogy elsősorban ugye nyugati hittérítők hatására, hogy el vannak maradva. Tehát, hogy jobbak a nyugatiaknak a csillagászati ismeretei, a naptárkészítésű módszereik, sőt már fegyvereink is. Tehát, ahogy a arab közvetítéssel mondjuk a lőpor eljutott Európába, a már sokkal hatékonyabban használta fel a nyugat például az ágyúöntéshez. Az ágyúöntés technológiája sokkal jobb volt, mint mondjuk a kínaiak, és ezeket a kínaiak igyekeztek visszatanulni egy részét, de hát tulajdonképpen nem vettek részt sokáig a világ vérkeringésébe, tehát nem tartották olyan szorosan a kapcsolatot, és ez a fajta elmaradás aztán odáig vezetett, hogy ugye a mandzsuk idején az ópiumháborúk történetét meg már ismerjük. Igen, de van egy ilyen narratíva Kínában, ha jól tudom, és most a nyugatnak is ezt azért meg kell tanulnia, hogy ugye ez a korszak, amiről most beszéltél, az a rövid időszak egyike, amikor Kína nem volt a világ vezetője, igen. És ezt megelőzően, és esetleg most is már ugye, most tulajdonképpen csak visszaáll a rendes rendszer. Az a gond, hogy előtte se volt a világvezető, tehát előtte nem volt a világvezetője, azt tudjuk ugye a történelmi ismeretünk kapcsán, hogy egy nagyon fejlett, és a nyugat itt sok szempontból megelőző kultúráról, műveltségről beszélünk, de nem volt hatása. Hát tehát, hogy akkor láttuk a sejmet, az ókorót, a tetszett, öltözködtek benne, meg ezt, azt, meg a porcelánt, meg mit tudom én, micsodát, de hatása, globális hatása Kínának nem volt. Ott helyben, Kelet-Ázsiára gyakorolt akár kulturális, akár politikai hatást, de globális hatása nem volt nyilvánvalóan. És amikor ugye a világ a gyarmatosítással kezd egyé válni, tehát hogy most már nem lehet elbújni, nincs már kontinens, ahol meghúzhatom magamat, és elmenekülhetek a modern világ elől. Na ebbe a pofonba szaladt bele Kína az, hogy bezárkózott egy pár száz évre.我就是不容易治的筛子，我就是一份扬威的花招。我就是不争底线的脊梁，我就是这个问题。社会是越来越复杂，难道社会是越来越险恶了吗？蔓延的杂草气象被清除，可威胁是无处不在的。新的问题三寸需要你。
去化解，新的矛盾才算需要你去化解。什么才是我们应去追寻的？什么才是我们应该坚持的？这个问题，这个问题，这个问题，我就是不好的做事，我就。Ez itt továbbra is az Orient Express. Tokai Zsolttal beszélgettünk a kínai irodalom egy speciális területéről, most már a kicsit más területre is eljutottunk, a kínai stratégiai gondolkodásról is beszélgettünk pár szót. Amikor az adás előtt megkérdeztünk, hogy ki vagy, mi az, akiről vagy amiről beszélni szeretnél, azt válaszoltad, hogy Ágner Lajosról mindenképpen szeretnél pár szót szólni, és szeretnéd, hogyha foglalkoznánk vele a műsorban. Ki volt ő tulajdonképpen, és mit kell róla tudni? Igen, Ágner Lajos most őt ugye nyilván sok más egyéb munkám mellett, Ágner Lajos életét és munkásságát is kutatom immár második éve. Ágner Lajos 1878-ban született, és most április 30-án lesz 70 éve, hogy elhunyt. Hát én szeretem őt egyfajta protosinológusnak nevezni. Itt a nagy mestereinknek a szava, vagy a neve már Tőkei Ferenc, Csongó Barnabás neve már elhangzott a műsorban. Ő velük olyan, mintha 1948-49-50-es évektől kezdve egy új időszámítás kezdődött volna, de nem is az volt a baj így a magyar sinológiában, vagy orientalisztikában, hogy velük egy új időszámítás kezdődött, hanem hogy elfelejtettük, hogy mi volt korábban. Tehát olyan, mintha én is, mikor jártam az egyetemre, nem hallottam ezeket a neveket. Tehát, hogy így nem tudtam, hogy előttük bárki. Tehát Ligetit még hallottuk, ugye, de már mondjuk Prőle Vilmosról már nem hallottunk, akitől Ligeti átvette a tanszéket, vagy a Kelet-ázsiai Intézet nevét. Tehát az ő munkásságok már nem volt említve. És mind a mellett, hogy mi a mestereink hatalmas munkát elvégeztek, nem végeztük el azt a házi feladatot, hogy kicsit oda nézzünk. Hogy igen, hogy előttük mi történt, hogy voltak-e bármilyen olyan eredmények. Tehát ugye itt történtek az, hogy nagy regényeket fordítunk le, összeállítjuk a kínai klasszikus költészet színe javából antológiát, kétkötetes hatalmas munkával antológiát, a dalok könyvét, az első ókori kínai versválogatást, 305 versét műfordítók, és kiváló műfordítókkal lefordítják az ő nyers fordításaik alapján. Tehát óriási munkát végeztek, de nem láttuk azt, hogy előttük senki, tehát hogy nem fordított senki semmit, nem írt Kínáról, vagy nem voltak Kínával foglalkozó szakembereink, és ugye nyilván most a tervezett doktori témám is ezzel foglalkozik, hogy a Kína kép így a 18. vagy 19. és 19. század, 20. század első felébe, hogy mit tudtunk, és kiknek a jó voltából, milyen forrásokból volt nekünk bármilyen képünk Kínáról, és milyen volt az a kép. És ennek kapcsán ugye bukkan fel Ágner Lajos neve, aki talán az első volt, aki említése méltó és máig értékelhető munkákat hozott létre kínai nyelvtudás birtokában. Ő 1903-ban egy évet tanult Berlinben, japánt és kínait, Alfred Forkénél tanult. Nyilván ez az egy év kevés arra, hogy ott tudományos igényű munkát, vagy elsődleges első forrásokból, vagy közvetlenül kínaiból bármilyen tudományos eredményeket lehessen végrehajtani, de akkor is, tehát, hogy látszik a munkásságán, hogy neki ez fontos volt, és élete végig nem tudósként dolgozott, és nem orientalistaként dolgozott, ő középiskolai tanár volt gyakorlatilag 30 évig a Óbudai Árpád gimnáziumban tanított magyar-latin tanárként, de mellette folyamatosan japán és kínai témában fordított, írt. Ennek tulajdonképpen azért volt egy személyes érdeklődés, amit nem engedett el, és annak alapján, és mondjuk abban a korszakban kínaiul vagy japánul kicsit értő emberekből sem lehetett. Nem. Ugye nekem ez az egész úgy kezdődött Ágnerrel kapcsolatban, hogy egy pár évvel ezelőtt egy antikváriumban véletlenül rábukkantam egy kéziratára, egy Konfúciusznak a beszélgetések és mondásokat, ő 1940-ben, és egy gépírat tulajdonképpen, gépírással van összegyűjtve pár száz oldal, és az Konfúciusz beszélgetések mondások első 10 fejezetétől lefordította, amiről nem is tudtunk. Tehát, hogy azt ő elvégezte. Ugye azt tudunk róla, hogy egyszer 100 kínai verset 37-ben kiadott 100 kínai versnek a fordítását, nagyon nehezen elérhető már ez a munka is, illetve ami még talán még ismertebb, hogy 43-ban megjelent tőle a Laoce út és erény könyve. Ez volt a második magyar fordítása az út és erény könyvének. Ezeket ő valószínűleg közvetítő nyelvből folytatta?
Ő mindig jelzi azt, hogy eredeti forrásból, és mindig is úgy beszélnek a fordításairól, hogy na végre valaki, aki eredetiből. Ugye az volt, hogy 29-30-ban valahogy megjelenik Kosztolányi kötete, és akkor 37-ben meg ő kihozza a Kosztolánynak a japán-kínai verseke, és akkor így lehet a könyvismertetőkben olvasni, mikor 37-ben ő is megjelenik, hogy szépek a Kosztolányi, na de végre valaki elsődleges forrásból, tehát közvetlen kínaiból fordította. Nyilván mellé nézte, tehát hogy látszik a munkáiból, a kézirataiból, hogy alkalmanként többet, alaposabban lát ezeket a szövegeket, illetve igyekezett tényleg olyan forrásokat felkutatni, idegen nyelvű forrásokat is, amelyek megbízható közvetítőként szolgáltak. Tehát hogy sokszor az a baj a műfordításokkal nem is az, hogy közvetítő nyelvet használ, hanem az, hogy azok nem jók. Most ő igyekezett tényleg, tehát ahhoz viszont már megvolt a tudományos felkészültség, hogy kiválassza a legjobb forrásokat. Tehát nem csak egy sima műkedvelőről van szó, hanem aki ezt nagyon komolyan is vette, és utána ment ezeknek a dolgoknak. Hogy lehet egy ilyen hagyatékot felmérni? Hát, kidobod a Facebookra, hogy mindenki, aki hallott Ágnes-ről. Hát ugye én nekem csak első körben az volt a célom, hogy ezt a kéziratát szerettem volna közzétenni, tehát ezt a eddig ismeretlen Lunyű fordítását. Ehhez van egy vaskos tanulmánya is, tehát bevezetőt is írt. Ezt nyilván ugye nem csak begépeltem, de aztán kommentelni is kell, tehát valahogy filológiailag rendezni kell ezt a dolgot. És akkor ennek kapcsán jutott eszembe, hogy hát de végülis szétszórva vannak a munkái, tehát folyóiratokban jelentek meg, önálló tanulmánykötetekben jelentek meg, hogy 100 kínai vers ugyan megvan, de folyóiratokban később még megjelent még 20-30 egyéb verse is, hogy mi lenne, hogyha ezeket így összegyűjtenénk. Tehát a megjelent munkáit, és akkor feldolgoznánk azt, hogy Ágner Lajos orientalisztikai munkássága, a japán és kínai vonatkozású orientalisztikai munkássága, és maguk a műveket gyakorlatilag egybe összerakva közreadni, hiszen azért mégiscsak megérdemli, hogy legyen egy ilyen jellegű kötete, vagy kettő, és aztán ennek kapcsán ugye elkezd nyomozni az ember. Ő Széchenyi születésű, megnézzük, hogy Széchenyben mi van róla, és kiderül, hogy vannak, őriznek Széchenyben anyagot róla, tehát ott egy Ruszinkó Miklós hajóorvos volt az ő barátja, iskolatársa, akivel együtt tanultak Berlinben, Ruszinkó orvosnak tanult, pedig japánt és kínait tanult Ágner, és akkor látja az ember az új régi korabeli újságot beszámolva, hogy ő háromszor hívott ide japán vendéget Budapestre, amivel országos lapok számoltak be. Tehát akik ott tanították és barátságot kötött Berlinben, akkor három egymás követő évben idehozott japán vendéget, ami 1904-5-6-ban az a nagy szenzáció volt, hogy van Magyarországon egy japán orvos vendégként. Itt alig 30 éve korábban vették fel a kapcsolatot egyetlen. Igen, és ezekről fényképe felvételek is készültek, ami egyrészt újságban is megjelent, és a Széchenyben a helytörténészek, vagy a helytörténettel foglalkozók ott nagy becsben tartják, tehát emlékeznek erre, és a Ruszinkó hagyatékban például több fénykép is található a fiatal Ágner Lajosról. Utána az ember nyilván akkor a Árpád gimnáziumban 30 évig tanított, és igazgató is volt, akkor oda is ott is szerepel tablókon, ott is van valami nyoma. És akkor úgy végigjárjuk azokat a helyeket, ahol valami nyoma lehet Ágnernek, mondjuk az ERTE könyvtárát, ahol a háború idején a tanszéki könyvtárat bombatalálat ért, és csak azok a könyvek maradtak meg, amik Prőlénél kint voltak. Kölcsönben, meg a diákoknál kölcsönben voltak, és gyakorlatilag 40 felszabadulás után újra kellett építeni a könyvtárat. És 49-ben hal meg Ágner, és az első könyvek között volt a 300-as bejegyzéssel kezdődnek 51 nehány könyv, ami az Ágner hagyatékból került elő. Tehát ma már egy része nem lehető fel, de vannak bizonyíthatóan ott Ágner hagyatékból származó könyvek, amiben a saját kezű bejegyzései vagy aláírása is szerepel. Akkor hát ezen a nyomon el lehetett indulni, még nem, ugye a legizgalmasabb rész a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban történt, ahol az alattárban megnézzük ott is, hogy mi van Ágnertől, és kiderült, hogy 2005-ben valaki bevitt oda egy dobozt, amiben ott van Ágner összes japán és kínai vonatkozású kézirata. Az Ágner családból, vagy valaki? Hát egy távoli rokon. Aha. Nem tudtuk visszakeresni, hogy ki volt az. Egy távoli rokon, azt se tudtuk, hogy van, mert jogutódját nem találja már a könyvkiadás 20-25 éve Ágnernek, tehát ugye, mikor tőle megjelenik valami, akkor a jogutóddal kéne megegyezni, de soha nem jelentkezett jogutód. Úgyhogy, és 2005 óta ott van egy nagyobb kartondobozba a tanári oklevelétől kezdve egy ilyen házi diploma, amit a Velics Antal állított ki neki, akinél
1902-ben tanult, ugye Velics Antal egy nagyon érdekes figurája a magyar orientalisztikának, ügyvéd volt, de nagyon érdekelték a keleti stúdiumok, és Velics volt az, aki 1899-ben egy magyar-kínai nyelvrokonitás tanulmányt készített, amit aztán ízekre szedtek, de hát egy ilyen érdekes színfolt a magyar orientalisztikának, ő tudott valamennyire kínaiul, és nála kezdett el tanulni az Ágner, de komplett meg nem jelent művei vannak, tehát az a könyv, tulajdonképpen az a kézirat, ami hozzám került, az nem tudni honnan, de ebből a hagyatékból került aztán egy antikváriumba, mert ugyanilyen nagyon hasonló kéziratok vannak, tehát ő készült, lehetett látni, hogy kínai irodalomtörténetet akart. Tehát ilyen összefoglaló munkákat szeretett volna. Abszolút, kínai irodalomtörténetet, egy komplett munkája van bekötve Sun Yat-senről. Két komplett munkája van japán kultúrára vonatkozóan. Akart egy dalokkönyve válogatást csinálni, egy Csüjön válogatást elkezdett. Azt se tudtuk, hogy Csüjön verset fordított, és ott például konkrétan vannak a kéziratban. Úgyhogy ennek a feldolgozása ez most azért egy jó pár évet fog igénybe venni, mert úgy csak egy felületes átnézés történt eddig, hogy mi van ott. Hát akkor ehhez csak sok sikert tudunk kívánni, semmi mást, és hát várjuk, hogy milyen munkák kerülnek elő ezzel kapcsolatban. Nagyon köszönjük Tokai Zsoltnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, műsort Gulyás Csenge és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában is elérhetik. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett Orient Express néven fenn vagyunk a SoundCloudon, az iTuneson és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán találkozhatnak az adásokkal és készítőikkel. A viszonthallásra!我的，倔强的，却那个独自寻觅一个。